A Budapestről érkezett gépmadarakat sokan csodálták meg, de ezen kívül még számos érdekes dologgal találkozhattak az érdeklődők. Kipróbálhatták a rendőrség biztonsági övszimulátorát, közlekedésbiztonsági és bűnmegelőzési bemutatót és motoros felvonulást is láthattak a jelenlévők az Öcsényi égi túrán. Tűzoltóautókat, meg a rendőr helikopter is az előbb szállt le, meg a katonai még azelőtte pár perccel. Felpróbáltam a katonaruhát, beültem a tűzoltókocsiba is, megnéztük a helikoptert. A Magyar Hagyományőrző Rendőrszázad és a Katonai Hagyományőrzők munkatársai régi rendőrautókkal, illetve rendőrségi egyenruhákkal, fegyverekkel készültek az odalátogatóknak. A gyerekek nagy örömére ezeket ki, illetve fel is lehetett próbálni. 5. alkalommal szervezzük meg itt az Öcsényi repülőtéren az 5. pünkösdi égi túra és közlekedésbiztonsági napot, melyet az Öcsényi polgármesteri hivatal, a rendőrség, a katasztrófavédelem, illetve a rendőrségi hagyományőrzők és a katonai hagyományőrzők közösen tartanak meg itt a mai napon. Éppen néhány perccel ezelőtt érkezett meg a Magyar Honvédség helikoptere, melyel a magyar légierő parancsnoka is megérkezett, illetve néhány percen belül fog megérkezni a magyar rendőrség egyik helikoptere is. A mai napon számos programmal, mind kulturális, mind pedig szakmai programmal várjuk az ide látogatókat, így a hátam mögött lévő területen láthatóak a rendőr kollégáim, akik különböző programokkal várják az ide látogató vendégeket. Például lesz hamarosan egy motoros bemutató, majd a kollégáim különböző baleset megelőzési és bűnmegelőzési programokkal várják a gyermekeket, illetve az őket elkísérő felnőtteket. Emellett a Magyar Hagyományőrző Rendőrszázad munkatársai is itt vannak a helyszínen, akik a régi rendőrautókkal, illetve rendőrségi egyenruhákkal készülnek a mai napon az ide látogatóknak, és Bonyhádról, a Hősök napjáról megérkeznek a katonai hagyományőrzők is, akik már pakolják ki a különböző fegyverzetüket, illetve a régi katonai motorokat, illetve katonai eszközöket. A Magyar Honvédség érkezése is rendkívül látványosra sikerült a legújabb Airbus helikopterrel. A jelenlévők lélegzett visszafolytva nézték a berepülési manővert. Legmodernebb technikát hoztuk a mai nap ide, hiszen ezen a környéken nem jelentünk még meg ezzel a H145M típusú Airbus által gyártott kiváló helikopteren, ami gyakorlatilag a világnak a legmodernebb, legkifinomultabb, legdigitálisabb technikával rendelkező helikoptere. Egy több célú helikopter, a sebesült szállítástól kezdve a személyek szállításán keresztül, a fegyverek elhelyezésén keresztül, és nagyon-nagyon sok oldalúan használható, nappal is éjjel látó berendezéssel tudunk repülni, akár a sötét éjszakába 2-3 méteren be tudunk lopakodni bárhova. Olyan képességekkel bír ez a helikopter, ami nem azt mondom, hogy kevés, hanem talán senki más, mint ez a helikopter. A dandertábornok arról is beszélt még, milyen nagy jelentősége van annak, hogy az emberek megismerjék a honvédséget és munkáját. És mindig megtiszteltetés az, hogyha bármilyen rendezvényen is ott tud lenni a Magyar Honvédség, hiszen ezzel meg tudjuk mutatni azt a technikát, amivel a mindennapjainkban az embereknek a biztonságáért élünk, és a biztonságáért dolgozunk. A Magyar Honvédségnek célja az, hogy a digitális új technikán már olyan embereket foglalkoztasson, akik ismerik és benne vannak a mai kor számítógépes és digitális világába. Ezért nagyon nagy feladat az, hogy sok embert hívjunk be, hiszen meg kell szűrnünk nem csak orvosilag, hanem képességek szempontjából is. Ezek a rendezvények, mint a mai, ez egy kiváló alkalom arra, hogy sok ember megismerhesse azt, hogy milyen technikával rendelkezik a Magyar Honvédség. A bátrabbak még az IS-kodással is megpróbálkozhattak az Aliszka-nyilai IS Egyesület jóvoltából. A rendőrség főszervezésében megvalósult családi napon rengeteg programmal várták a résztvevőket. A katasztrófavédelem munkatársai pedig tűzsátorral és egyéb érdekes programokkal is készültek erre a napra. Nagyon jó, tetszik. Sok minden van, sok a látnivaló, főleg a kisebb gyerekeknek való. Ők igazán élvezik. Ismeretterjesztő is, ahogy ellátom, mert sok kisgyerek élvezi, hogy beöltözhet. Nagyon jó. Örülök neki, hogy van ilyen. A délutáni órákban a kicsiket habpartival örvendeztették meg, és még rendőrségi kutyás bemutatóval is szórakoztatták a családokat.